A magasabb osztályban szereplő kézilabda csapatok már elkezdték a felkészülést, és augusztus második hetétől már a megyei bajnokságban érdekelt együttesek is edzésbe állnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a szövetség igyekszik mindent megtenni azért, hogy ne csökkenjen, sőt lehetőség szerint nőjön a csapatok száma. Az elmúlt szezonhoz képest egyel több gárda vág majd neki a 2017-2018-as bajnokságnak. Nagyon sikeres évet zárt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda szövetség, ezt nyugodtan mondhatjuk, hiszen sikerült a megyei bajnokságot olyan színvonalon megvalósítani, hogy ezt szerettük volna, sikerült a csapatokat támogatni, hiszen egy-egy garnitúra ezt minden bajnokságban szereplő csapatnak tudtunk adni. Ezt reméljük, hogy a jövőben is meg fogjuk tudni tenni majd. Az előttünk álló időszakban a bajnokságok létszáma az ugyanazzal a létszámmal menni fog tovább, illetve a női bajnokságban, a női megyei bajnokságban a Káló Semjén új belépőként reméljük, hogy majd tovább tudja színesíteni az eddig is nagyon érdekes mezőnyt. Tehát lesz egy női bajnokság, megyei bajnokság, egy férfi bajnokság, illetve lesz egy utánpótlás bajnokságunk ebben az előttünk álló szezonban. Az MB2 északkeleti csoportjának a női bajnokságát, illetve az utánpótlás bajnokságát is a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda szövetség fogja szervezni, így a megyei csapatok, a Kölcsey Díjase, illetve a Vitkelse, illetve az utánpótlás bajnokságot megnyert Máté Szalkai csapat is ott lesz ebben a MB2-es mezőnyben, úgyhogy rájuk külön büszkék vagyunk. A szövetség több olyan programot is elindított az elmúlt évben, amelyek a sporták bázisának szélesítését és az utánpótlás nevelést szolgálják. Szeretnénk megvalósítani azokat a programokat, amelyekre eddig már nagy hangsúlyt fektettünk, mind a játékvezetői képzésre szeretnénk energiát fordítani, tehát azok a tanfolyamok, illetve alapfokú játékvezetői képzések mindenképpen működni fognak, illetve az utánpótlás játékvezetői képzést is folytatni fogjuk. Szeretnénk megvalósítani majd jövő év elején a Junior Kupát, amely egy nemzetközi torna, amely azt hiszem, hogy már méltán örvend nagy népszerűségnek, illetve lesznek olyan országos diákolimpiai döntők, és reméljük, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is lesz olyan országos diákolimpiai döntő, ahol a kézilabda ismét nagy és jelentős szerepet kap majd. Természetesen ott is bekapcsolódik majd a kézilabda szövetség. A megyei férfi, női és utánpótlás bajnokságokban szeptember közepén indul majd útjára a labda.